focia, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Budavári Palotanegyed és a Nemzeti Sport együttműködésében létrejött kiállítás, amelynek az első része a Várkertbazárnál tekinthető, meg itt van a szurkolói zóna bejárata is, amely az eseményhez kapcsolódik. Itt a múlt és jelen találkozik, plakátokon és fotókon. A kiállítás második részében arra keressük a választ, hogy hogyan vált népszerűvé a futball, ez az oroszlános futball bejáratánál látható. Az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében pedig a futball, a filmek, a kultúra és a történelem megszéspontján kibontakozó történetek láthatóan. A kiállítás plakátokon alapszik, saját kutatási területemhez, a vizuális propagandához nyúltam, és ezen keresztül építettem fel a kiállítást. Először a plakátokat válogattuk ki, aztán utána pedig elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ezek milyen narratív szálban illeszthetőek bele. Ezután megtörtént a plakátok digitalizálása, a digitalizáló műhelyben, akkor már láttuk őket digitálisan, ami nagyban megkönnyítette a munkát, és utána pedig ehhez párosítottuk a történeteket, amihez különböző műtárgyakat kölcsönöztünk partnerintézményektől, illetve a kézirattárból és a színház történeti zeneműtárból, a törzsgyűjteményből és mindenhonnan válogattunk dokumentumokat.